Már kihirdették a felvételi ponthatárokat, a diákok azonban nem biztos, hogy gondtalanul élvezhetik tovább a nyarat. Sokuknak jövedelemigazolásra van szükségük, például a kollégiumi férőhelyek igénylésekor. Ilyen esetben ugyanis az egyetem vizsgálhatja a leendő hallgató jövedelmi helyzetét. A fiatalok, illetve a vele közös háztartásban élők saját jövedelmükről bármelyik NAV ügyfélszolgálaton kérhetnek igazolást, személyesen vagy meghatalmazás útján. Ezt megtehetik egyébként elektronikus úton, telefonon vagy postán keresztül is. A jövedelmigazolásban szerepelnek a személyi jövedelemadó bevallásban lévő jövedelmi adatok, illetve az ECHO-s jövedelmek, illetve katásoknál a jövedelem 60%-a az, ami jövedelemként igazolásban fog szerepelni. Ezek a legfontosabb adatok, melyekre oda kell figyelni a dokumentum kitöltésekor. A kérelmet ugyanis hiánytalanul be kell nyújtani az adóhivatalhoz. Azért nagyon fontos, hogy hibátlanul legyen kitöltve a kérelem, mert hogyha hiányoznak adatok, akkor hiánypótlásra fogják felszólítani a kérelmezőt, és egészen addig, amíg nem pótolja a hiányzó adatokat, a hivatal nem tudja kiadni a jövedelemigazolást, márpedig ez sürgős is lehet az egyetem számára. Amennyiben a diák nem nyilatkozik a kérelemben teljes körűen, és a hiánypótlásnak sem tesz eleget, egy eljárást megszüntető végzést kap a NAV-tól. Ez a dokumentum azonban nem minősül jövedelemigazolásnak, és az egyetemeken nem használható fel.